Február 2. Mi nagy-e titok dicsőségének gazdagsága, hogy ti bennetek van Krisztus, a dicsőségnek ama reménysége. Ha Jézus lelkének keresztségében részesülünk, szeretet, szelítség, harmónia költözik szívünkbe. Énünk feloldódik Krisztusban. Isteni bölcsességhez juthatunk. Értelmünk megvilágosodik, látásunk kitisztul. Isten megszenteli képességeinket, és azok fejlődni fognak. Jézus a megismerés csodálatos fokára, az igazság mélyebb megértéséhez vezeti el azokat, akiket az ő országa számára készít elő. Sokszor azért tud csak oly keveset tenni az Úr egyes emberekért, akik pedig komoly igazságok birtokában vannak, mert nem engedik, hogy az igazság hasson az életükre. Hamissággal folytják el az igazságot. Kezük nem tiszta, szívüket bűn szennyezi. Ha az Úr a nekik adott világosság mértéke szerint lelke erejével segíteni őket, akkor ez olyan lenne, mintha megjutalmazná a bűnt. Isten népének jellemével és egész életével a megváltás tervét kellene bemutatnia és példáznia. Komolyan törekedjünk arra, hogy minden folttól megtisztuljon a jellemünk a bárány vérében. Ezt jelenti félelemmel és rettegéssel vinni véghez üdvösségünket. Az Úr az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt jókedvéből. Arra van szükségünk, hogy Jézus állandóan a szívünkbe lakozzék, mint élő kútforrás. Akkor az élő forrásból folytonosan üdítő, tiszta mennyei folyamok áradnak majd ki. Az alázatos szívűek a menny előízét fogják érezni.